Felnyomott aszfaltréteg és elárasztott utca. Ez fogadta az egri úton járókat augusztus 12-én kora délután. A Heves megyei Vízmű ZRT hiba elhárítási osztálya azonnal megkezdte a javítási munkálatokat. A művelet kicsit sem volt egyszerű, hiszen egy közeli villanyoszlopot is érintett a csőtörés, így azt daruval kellett megtartani. Jelenleg is zajlanak a helyreállítási munkálatok. Jelenleg mind a két külső sávban zajlik a forgalom. A helyreállításnak az utolsó fázisát végezik a munkatársaink, betonozást, és a következő napokban megtörténik az aszfaltozás. Várhatóan a jövő hét elején adjuk vissza a teljes szélességében az egri utat a forgalomnak. Bár először a négy sávos út közepén észlelték a kárt, a kiváltó ok az út páratlan oldalán történt, ahol egy 150 mm-es PVC cső hibásodott meg. Ugyanakkor a páros oldalon egy 300 mm-es a várost ellátó vezeték is érintett volt. A helyreállítási munkálatok során az út mindkét sávját igénybe kellett venni.